Eltelt 99 év a trianoni szerződés óta, bár tulajdonképpen a bajok már az első világháborúban megkezdődtek, és azt mondta, hogy vagyunk most jelenleg itt a Nagypalát központjában, a háttérben, a református templomban, az egész község és annak a történelme példázza ezt az abszurditását az elmúlt közel 100 évnek, hiszen Nagypalát az egyetlen olyan falu Kárpátalján, amely Szatmár megyéhez tartozott, és képzeljük el azt, hogy Szatmár megyének a központja Szatmár névéhez körülbelül 20 kilométerre, még egyszer mondom, 20 kilométerre van innen, azonban 99 éven keresztül majdnem hermetikusan volt elzárva a természetes vonzás körzetéből, vagy például azt, hogy lehet, hogy kevesen tudják, de ez a Nagypalát az a rozsái uradalomhoz tartozott. Hát most a rozsái az Magyarországhoz tartozik, Szatmár életi Romániához, Nagypalát pedig ugye korábban Csehszlovákiához, majd Szovjetunióhoz, most pedig Ukrajnához tartozik, és ugye évtizedeken keresztül ugye Vlagyivosztok az közelebb volt, mint Szatmár németi, mert Vlagyivosztokban lehetett menni, de Szatmár nem. És a mai helyzetünknek a felemásságát szintén mutatja az, hogy ugye hatalmas erőfeszítéseket tettünk és teszünk annak érdekében, hogy megnyíljon a határátkelő ugye itt Nagypaládnak a térségében. Azonban ez máig nem sikerült, ami mutatja azt, hogy ugye itt nagy hangzatos szavak vannak arra nézvést, hogy integrálódunk Európába, meg közelítünk Európához, azonban egy ilyen elementáris dolgot, ami fontos lenne a térségnek, ezt nagyon nehezen tudjuk elintézni. De ugyanakkor pedig az is lényeges és fontos, hogy ez a község a kultúráját, magyarságát megtartotta, és ma is egy méltó ünnepséget szerveztek, itt szerveztek korábban is a 50. napjából. Tehát remény mindenképpen van, azt hiszem, hogy a magyarság, a magyar összetartozás az egy érték, és ez fennmaradt 99 éven keresztül, és szerintem az a következő 100 évben is fenn fog maradni, és megvan hozzá ez az érzés, ami a törvény is kimondta, ez egy valós érzés, a nemzeti összetartásnak az érzése. Továbbra is számítunk a magyar nemzetek a szolidaritására, és akkor az előttünk lévő problémákat talán lehet enyhíteni, megoldani.